Jó napot kívánok! Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, és először is szeretném megköszönni miniszter úrnak és csapatának ezt a nagyon jó együttműködést, amely az OECD és Magyarország kormánya között létezik. Ezen a nagyon fontos témával kapcsolatban, ami nem csak Magyarország, hanem sok ország számára nagyon fontos. Különösen szeretném megköszönni miniszter úrnak azt a több hónapos, tucatnyi megbeszélést, dokumentumcserét, Magyarország különböző részeire látogattunk, tárgyaltunk ezekről a dolgokról a vállalkozókkal, és azt is köszönöm, hogy megszervezte ezt a nagyon fontos eseményt, ami számunkra abszolút lényeges, hogy a KKV-k fejlesztéséről minél többet megtudjunk, és hogy milyen szakpolitikákat tudunk kialakítani, hogy a dinamizmusunkat az elkövetkező évek során még jobban tudjuk javítani. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan terület, melynek során Magyarország sok mindent adhat a világnak, ugyanakkor sok minden másról is beszélhetünk. Tehát először is szeretném a miniszter úrnak, az államtitkároknak megköszönni, emellett Parag Lászlónak is, hogy itt van a kamara képviseletében, amely nem csak Budapestet képviseli, hanem Magyarország más részeit is, és megint csak ez az elképzelés, hogy új stratégiában gondolkodunk a KKV-k számára. Ez egy alulról kezdeményezés is, hogy mit tehetünk a szakpolitika kapcsán. Tehát ezzel szeretném kezdeni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy amiről a miniszter úr is beszélt néhány perccel ezelőtt, ha visszatekintünk néhány évre, Európa és Magyarország nagyon nagy utat megtett az elmúlt néhány évben. Nehéz évek voltak ezek, de láthatjuk, hogy a megfelelő szakpolitikákkal és a megfelelő hozzáállással a válságot le tudjuk gyűrni. Néhány ember azt mondja Európa szerte, hogy Európa visszatért, és ha ezt az országot nézem, akkor látom, hogy Magyarország is visszatért. Egyrészt a nagyon fontos és nagyszerű szakpolitikáknak köszönhetően, ugye kettőt ebből kiemelnék az elmúlt néhány év során, ugye amiről már említést tettünk, amikor Portugáliában én voltam a gazdasági és foglalkoztatási miniszter, ugye az én országom elég sok mindenben hasonlított Magyarországhoz, különösen a hitelválság jellemző volt, tehát a pénzügyi válságot követően egész Európa szerte volt egy ilyen nagy hitelválság, melynek kapcsán különösen a KKV-k, kismértékben a nagyobb cégek is, de főleg a KKV-k azzal küzdöttek, hogy nem volt elég hitel számukra. Tehát nagyon sok országban tulajdonképpen megfojtották ezeket a vállalkozásokat, hiszen a bankok nem adtak a KKV-knek kölcsön. Amikor megnézem, hogy mi történt ebben az országban, és amikor rájövök arra, hogy mi minden történt, az az unorthodox politika működött. Ugye nem sok ország vállalt ezt, de azt gondolom, hogy az nagyon fontos volt, hogy ezt megfordítsuk, ezt a hitelválságot. Tehát ez egy olyan szakpolitika, ami nekem tetszett, a másik pedig az a vállalati nyerességadó, ami ugye lecsökkent 10%-ra, illetve 10% alá, tehát én a saját országomban 10% alá különösen ugye védtem, de még mielőtt az OECD-hez kerültem volna, évekig az mellett érveltem, hogy legalább 10%-ra Európában csökkentsük mindenhol a vállalati nyerességadót, és igazából most már itt 9%. Tehát ami tetszik nekem ebből, hogy amikor ezt megteszik, akkor a befektetőknek szem elé kerülnek. Tehát mind Európában, mind Európán kívül ez az egyik legversenyképesebb vállalkozási adó, vagy nyereségadó. Tehát azt gondolom, hogy ennek a szakpolitikának is hatása már van, de a jövőben még nagyobb hatása lesz. És ugye világszerte csökken ennek a rátája, míg más adók fölmennek. Tehát a válságra adott válasz ebben az országban azt gondolom, hogy megfelelő esettanulmány lesz más országok számára is, amit évekig fognak tanulmányozni. Ugyanakkor mindennek ellenére, és annak ellenére, hogy Magyarország visszatért a küzdőtérre, nagyon sok kihívás van, és az elkövetkező néhány hónapban erről is fogunk beszélni, tehát mit tehetünk ezen kihívásokkal kapcsolatban. Persze ez nem csak Magyarországban létezik, hanem máshol is, tehát a nagyvállalkozások, a nagyvállalatok és a KKV között van egy hatalmas rés. Ugye a jövőbeli produktivitásnak szoktuk ezt nevezni, tehát nagyon nyilvánvaló, hogy egy hatalmas és egyre szélesedő rés keletkezett. Valójában már a válság alatt a KKV-nél a produktivitási növekedés az nullához közelített, de a nagy cégeknél olyan 3-4%-os ez. Tehát míg a nagyvállalatok nagyon gyorsan növekedtek, a produktivitásuk, termelékenységük az erős marad, de a KKV-nál ez nullához közelő szám. És ez egy hatalmas probléma, mert mint Magyarországon más országokhoz hasonlóan a gerince az üzleti életnek. Tehát, hogyha szélesedik ez a rés, ez a szakadék, akkor nagy problémákat okoz a jövőbeni produktivitás szempontjából is, hiszen, hogyha a gazdaságnak a gerincét a KKV-k meghatják, ez nagy probléma lesz. Másrésztről pedig milyen szakpolitikai választ adunk erre, hogyha azt szeretnénk, hogy produktívabbak legyenek a KKV-k, mit tehetünk, hogy ezt növeljük. Tehát ez egy nagy kérdés, egy nagy feladat. És végül, mielőtt elkezdnék beszélni a magyarországi KKV helyzetéről, azt nagyon fontos megemlíteni, hogy a múltban fontos reformokat valósítottuk meg, most pedig ideje elgondolkodni az új fajta reformokon, az oktatás, illetve a KKV-knak a termelékenységével kapcsolatban, illetve egyéb más reformok, amiről van itt szó. Tehát amikor a készségekről van szó, a menedzseri készségekről, illetve a dolgozók jobb készségeikről, amikor arról beszélünk, hogy innovatívak legyünk, amikor a finanszírozásról, az erősítésről beszélünk, ezek kulcsfontosságú területek. Tehát azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy az elmúlt néhány évben végzett reformok fontosak voltak, de gyakorlatilag folyamatosan reformokban kell gondolkodnunk a jövőben is, tehát a globalizáció kihívásával, illetve az ipar 4.0 kihívásával kell megküzdeni. Ugye nagy vita van egész Európa szerte, hogy a finanszírozással mi is történjen, nem csak azon ciklusban, hanem hogy azon kihívásoknak, hogy tudunk megfelelni, hát mondjuk bizonyos részein az országnak nagy fejlődés indult el, ugyanakkor más részek lemaradtak, tehát ez sok érmet érint. Tehát miről is van itt szó? Az elmúlt néhány hónapban Magyarország kormányával együtt, illetve a gazdasági minisztériummal együtt megpróbáltuk kifejleszteni egy új KKV stratégiát. Volt korábban is KKV stratégia, de most azon gondolkodtunk, hogy mit tehetünk, hogy a legjobb gyakorlatot megvizsgálva Magyarország számára olyan specifikus KKV szakpolitikákat fejleszünk, amely segít. Tehát először is a diagnózis. Tudnunk kell pontosan, mi is a diagnózis a KKV stratégia kapcsán, majd erről mutatunk néhány diát, tehát nagyon sok emberrel beszéltünk, nagyon sok kutatást végeztünk, a gazdasági minisztériumban is nagyon sok szakértelem ment el, másodszorban pedig ugye ez a politikai tevékenység, milyen cselekvésre van szükség, amit a kormánynak meg kell valósítania, hogy az innovációt segítse, hogy a finanszírozást elősegítse a KKV-k számára, a készségeket fejleszteni. Tehát ugye jó szándék az nagyszerű dolog, de azt szeretnék, hogy valami nagyon pragmatikus dolog legyen belőle, milyen törvényt kell megváltoztatni. ahhoz, hogy ezt milyen szabályozást kell megszüntetni, vagy átalakítani, hogy segítsük a KKV-knak, illetve a finanszírozási rendszerben mit kell változtatni ahhoz, hogy a KKV-k hozzáférjenek a finanszírozáshoz, illetve a tőzsdéhez. Tehát az első a diagnózis, a második az a szakpolitikai cselekvés, és a harmadik a megvalósítás. Tehát ugye most nem a megvalósítás időszaka van. Azt gondoltuk, hogy mindezen szakpolitikai tevékenység, amikor megtörténik, akkor kell valamilyen dátumot kijelölni, időszakot, amelyen belül a megvalósítás megtörténik, és ellenőrizni kell, hogy mire van szükség ahhoz, hogy meg lehessen valósítani. Tehát a KKV-kkal és a minisztériummal együtt dolgozunk ezen. A legfontosabb, a kormány, az állam, az önkormányzatok hogyan tudnak segíteni a napi élet során. Ugye egyrészt a bürokrácia csökkentésével, hogy elinduljanak az úton, vagy pedig javítani a szabályozást, vagy valamiféle ösztönzőket adni, úgyhogy a beruházásokat segítsék. Tehát az állam hogyan tudja a cégeknek az életét megkönnyíteni. Tehát akkor hogy tegyek vissza a diagnózisra, és beszéljük arról, hogy mik azok a nagy témák, területek, amelyeket tapasztalunk Magyarországon. Tehát nagyon sok diát fogok mutatni, Magyarországot összehasonlítva más országokkal, ez lehet érdekes, de ez nem újság, tehát ez nem kibertudomány, tehát nem olyan dolgokat mutatok, amiket nem ismernek, csak szeretném Magyarországot összevenni másokkal. Tehát először is tudjuk, hogy mikrovállalkozások az alkalmazás nagy területért felülnek, sokkal fontosabbak ezek az országok, mint a legtöbb OECD országban, vagy a visegrádi országokban. Másodszorban, ugye itt pedig beszélünk a nyereségesség résről, a nagy cégek, illetve a kis cégek között. Tehát a munkavállalói produktivitás Magyarországon, a mikrocégek sokkal nagyobb az eltérés, mint a visegrádi országokban. Hogyha megnézzük a piros oszlopot, ugye a mikrocégek csak Lengyelországban, ugye elmondom újra, és ez a nagy cégek és a kis cégek közötti eltérés a nagy rés. Tehát a mikrocégek sokkal kevésbé nyereségesek vagy produktívak, mint a nagy cégek. Tehát ez azt mutatja, hogy van egy ilyen nagy rés. Tehát ugye ez mindenképpen egy szakpolitikai terület, amelyen segíteni kell, tehát vagy növekedni kell, vagy sokkal produktívabbnak kell válni. És tudjuk, hogy a KKV-knak az alacsony produktivitása az, ha megnézzük, ugye a növekedés szempontjából, ha ezt az EU átlagával összehasonlítjuk, illetve a visegrádi országokban, azt látjuk, hogy Magyarországnak mindenképpen fejlődnie kell ezen a területen. Tehát ezért nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen KKV-stratégia, mint amiről most beszélünk. Tehát ami nagyon jó, és azt mondom, hogy részben a pénzügyi finanszírozási MNB-nek köszönhetően, hogyha megnézzük a nagy növekedését a KKV-knak, ugye ezek a gazellák, amelyek nagyon gyorsan növekednek, nagyobb részesedésük van Magyarországon, mint máshol. Ez nagyon jó. Az azt jelenti, hogy ha gyorsan növekvő, vagy nagy növekvés mutató cégek hosszabb számot tudnak, és túlélik az első 5 éveket, vagy 10 éveket, és így növekednek tovább, az különösen nagyon jót tesz majd a magyar gazdaság termelékenységének, a foglalkoztatásnak és a versenyképességnek a magyar gazdaságban. Tehát ez nagyon jó, ez különleges, és ezt az előnyükre kell fordítani az elkövetkező években. A probléma az az, hogy sok más országban az első 2-3 évben nagy növekedésnek indulnak, és aztán nagyon gyakran megszűnnek a cégek.